Sziasztok, Urbán Ágnes vagyok. Mai nap hoztam nektek egy gumiszalagos hátedzést, amit otthon is el tudtok végezni, illetve kint a szabadban. Három gyakorlatot fogok nektek most bemutatni. És miért jó a hátedzés amúgy? Azért fogjuk végezni például evezés szűken és szélesen, hogy a gerinc melletti izmokat szépen megerősítsük. Ezzel például kompenzáljuk azt, hogyha valakinek nagyobb a melle, és ugye húzza előre a súly, ezzel az evezéssel szépen tudjuk ezt az egyensúlyt létrehozni. A lehúzással pedig a széles hátizmot tudjuk szélesíteni, és ezzel a homokora formánkat jobban kiélesíteni. Először a szűk evezést fogom bemutatni. Csináljunk egy ilyen előgyakorlatot. Tehát az lenne a lényeg, hogy nem kézzel húzogatjuk a szalagot, hanem háttal kellene megpróbálni és koncentrálni a lapocka közti izomra. És ezt hogy tudjuk a legjobban, hogy tudom rávezetni a lányaimat is, illetve a vendégeimet is erre a gyakorlatra? Mert az a lényeg, hogy először is előre kinyújtod a két karod, és a lapockádat az teljesen érzed is, hogy szétnyitod. Utána azzal kezded a gyakorlatot, hogy még a karodat nem húzod, viszont a vállaidat húzod hátra, a lapockát zárod, és majd utána, amikor már nem bírod tovább, akkor fogod a kezedet a köldöködhöz húzni, és a mellkas pedig jól kitolni. Visszafele ugyanaz. A két kar az a test mellett menjen. Tehát azt kell elképzelni, hogy mintha a lapockád közé betennénk egy tollat, hogy a lapockád csontjaival meg kellene fogni. Ezt ugye úgy tudod elérni, hogy a vállakat nagyon hátra húzod, a lapockát nagyon összeszorítod, és a mellkas pedig nagyon kitolod. Tehát az evezéseinknek, a szűk evezésnek, illetve a széles evezésnek is ez lesz az alapja. Most nézzük, hogy szalaggal hogyan működik ez. A szabadtéren keresünk magunknak valami függőleges eszközt, amit átölelünk ezzel a gumiszalaggal. Körülbelül a köldök magasságához tedd a szalagot. Támadó állásba álljál, azért, hogy a szalag nehogy elhúzzon. Tekersz a két végén egyet, azért, hogy fixen a kezedben maradjon a szalag. És akkor csináljuk azt, amit az előbb mutattam. Tehát jól kiengeded a lapockáidat, a vállaidat is előre engeded, és akkor indítod a mozdulatot azzal, hogy a vállaidat húzod hátra, a lapockádat zárod, és a mellkas pedig kinyomod, viszont a két kar itt marad a test mellett. Aztán engeded vissza. Amikor így meghúzod, ebben a pozícióban egy picit tartsd meg, és a gumiszalag nagyon szépen segít abban, hogy a leghatékonyabban érezd ezt a mozdulatsort. Figyelj a légzésre! Amikor húzod, akkor fújod ki a levegőt, és amikor engeded ki, akkor szívod. Intenzíven húzod magad mellé, és picit megtartod, és lassan engeded vissza. Csináltad úgy is, hogy rájössz a sarkadra, hogyha nem találsz egy olyan alkalmatosságot, ami megfelelő lenne számodra. Ha csak ilyen alacsony, függőleges eszközt találsz, akkor talán ez a legjobb megoldás. Rájössz a sarkadra, ugyanúgy beállítod a magasságát a szalagnak, ahol a köldököd van, tekersz ugyanúgy egyet, és mehet a gyakorlat. Mi van akkor, hogyha otthon vagy, mert esik kint az eső, és nagyon szeretnél hátedzést végezni, de nem tudod mihez hozzá csatlakoztatni a szalagodat? Akkor meg tudod próbálni a döntött törzsű evezést, ami pedig úgy fog kinézni, hogy az egyik lábadat a szalagnak a közepére ráhelyezed, tekersz a két végén egyet, és szépen mehet ugyanaz a mozdulatsor, amit az előbb mutattam. Akkor most jön a széles evezés. A széles evezésnek ugyanaz a technikája, ami a szűk evezésnél mutattam. Csak annyi, hogy a melled alá fogod húzni, és szélesen a szalagnak a két végét. A következően a lehúzás, amivel szélesítjük a széles hátizmot, és a homokora formát még jobban kihozzuk. Keresünk valami olyan eszközt, vagy bármit, fát, bármit, amit találsz,
amire rá tudod helyezni a szalagot, föntről fogjuk lehúzni. Most ez egy fitness parkban vagyunk, azt játsszuk. Aláülök, ráülök a sarkamra. Tekerek rajta egyet, vagy kettőt, attól függ, hogy mekkora ellenállást szeretnénk. És akkor nagyon fontos, hogy a lehúzásnál, tehát pontosan aláülj a szalag alá, felengeded legelőször a vállaidat egészen a füleidig, pont azért, hogy egy teljes mozgástartományban tudjuk elvégezni a lehúzást. Tehát innen indítjuk a gyakorlatot, és először még nem a kezedet húzod le, mert nem karra edzünk, hanem a széles hátizsgót, a szárnyainkat akarjuk meg edzeni, hanem először a vállaidat lehúzod, lapockákat egy picit zárod, és utána húzod le a füled mellé a szalagnak a két végét. A lehúzásnál egy picit majd nyom ki a mellkasodat, és oda a tested mellé húzzad le a szalagot. Most itt a füleid mellé, de a könyököd az körülbelül a tested vonalában legyen. Intenzíven húzod le, és lassabban engeded vissza. A csúcsponton egy picit meg is tarthatod, hogy még intenzívebb legyen a hatása a gyakorlatnak. Fújod a levegőt lefele, és szívod felfele. Nagy fejtörést okozott, hogyha otthon vagyok, akkor hogyan végezzek gumiszalagos lehúzás. Hol lehet esetleg, vagy egyáltalán akasztani ezt a szalagot? Aztán kétféle megoldás született. Az egyik az az, hogy az ajtót, hogyha kinyitod, de arra az oldalára álljál, amerre nyitod, mert úgy erősebb, mert kinyitod az ajtót, és tulajdonképpen fölötte fogod átdugni a szalagnak ezt a részét, amibe esetleg egy fakanalat így betekerhet, csak azért, hogy amikor majd húzod, becsukod az ajtót és húzod le a szalagot, akkor nehogy lehúzd a szalagot. Tehát mondjuk tegyük fel, hogy ez az ajtó, a tetejére ezt beteszed, ide teszed a fakanalat vagy bármilyen eszközt, becsukod az ajtót, és akkor van két lelógó szára a szalagodnak, amit majd, hogyha aláülsz, akkor úgy, mint az előbb mutattam, le tudod húzogatni magad mellé. A másik megoldás pedig az is nagyon remek szerintem, az pedig vagy az ágyadnak a lába, vagy hogyha nincs lába, akkor esetleg egy ilyen nehezebb asztalnak a lába. Be fogod akasztani a szalagot a lábába, és aztán elé fekszel. Megfogod a két végét, megcsavargatod magadnak, és innen mehet a gyakorlat. Ugye itt is arra figyelsz, hogy intenzíven húzod le, picit megtartod, és lassan engeded vissza. Fújod a levegőt, és szívod. Az evezéseknek a nyújtását, azt úgy tudod elvégezni, hogy megkapaszkodsz valahol egészen közel, és hátra engeded magad a sarkadon, felemeled a lábujjakat azért, hogy a teljes testsúllyal tud nyújtani a lapocka közti izmod, és mint a kis cica puposítasz. És arra a részre koncentrálj, ahova dolgoztál. A lehúzást úgy tudod a legjobban lenyújtani, amit nagyon-nagyon szeretek, nagyon jó eső érzés. Közel állsz valamilyen olyan eszközhöz, amit a fejed fölött, hogyha átnyúlsz, akkor meg tudod érinteni, meg tudod fogni, és akkor szépen így, mint egy balerina, kiengeded a tested. 4x15 ismétlés javaslok heti 2 alkalommal a megfelelő és látványos fejlődésért. Sziasztok!